Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jön egy kis Warframe, jön egy kis, hogyan ne bakszunk ki magunkkal Sorcin. Persze, tudom, jaj, meg nem mond nekem, hogy jaj, játszik Sorcin, hogy tudom, hogy kell játszani Sorcin, és nekem nem, na, értitek. Na, szóval, hogyan ne basszunk ki magunkkal Sorcin című történet. Mostanra a Sorci azért már annyira beállt, hogy egész stabil, és azt mondom, annyit nem változtatnak a játékon, és van ott egy azért lényeges dolog Sortinál, vagy egy-két lényeges dolog, ami jó, ha esik, de az egyik legfőbb szempont, legalábbis számomra, az a lencsék, a fókusz lencséknek a kiszedése. Persze, ugye nem mindannyian vagyunk platfiúk, hogy megvegyük a nagyot a marketben, persze, hogyha van egy kis plat fölöslegbe, akkor oké, vesz az ember egyet-kettőt, de nem mindenkinek áll rendelkezésére, és hát ugye nem mindenki akar vásárolni, platot, stb. És aztán a Sorti marad az egyetlen lehetőség, ahol fókusz lencséket lehet szerezni. Nem beszélve, hogy ott fogja dobni egy-két különleges sebb fegyvert, netán Legendary Court, és a Néza is nem, mint hogyha számítana, de azt hiszem talán az egyik legértékesebb, vagy legjobb cucc, amit ott dobhat, azok a lencsék volnának, de ugye egyes embereknek esetleg ez akadályt jelenthet. Nem is azért, mert hogy a Sorti rettenetesen nehéz, hanem azért, mert frusztráló. Nem is azért nehéz, hanem az, hogy olyan koncepcióval van megcsinálva, hogy nem nehéz, inkább idegesítő. Tehát olyan csapdák várnak rád adott esetben, amikre így se felkészülni nem lehet, se nagyon értelme nincsen a játékban. Nem nehéz, hanem tényleg inkább frusztráló. De viszont van egy megoldás arra, hogy ne az legyen már, hogy mindig elesel, hogy a csapatodat folyton föl kell szedni, hanem van rá egy ilyen arany középút, ahol egész jól kijöhetsz a csapatoddal, még akkor is, tehát hogyha random emberekkel mész, persze már haverokkal mész, megbeszéltek ki mit hoz, akkor azt könnyebben, de van, hogy nincsenek a haverok, aztán el akarsz menni egyet szortizni, mert hogy neked kell az a lencs, és akkor mit csinálja, mert random csapattal mindig szívás játszani. És van egy-két tipp, ahogy mit ne csináljunk Sortin, például ne menjünk Valkürrel Sortira, ne menjünk semmi olyan, nagyon olyan szóló frame-mel, ami tényleg kifejezetten szólózásra van kitalálva. Nem biztos, hogy megfelelő, ha mindig mi visszük a damage-eset, mert a játékosoknak a többsége, ahogy tapasztaltam, hogy a Sortiból, mindig a damage-es akar lenni. És egy probléma van azzal, hogyha netán összekerül 3-4 damage-es egy csapatba, akkor ott vége a partinak, leterítenek, mint a szart. És a mai gyors tipp, hogy hogyan játszunk Sortit, a leglényegesebb dolog, hogy legyen annyi eszünk, hogy mi vigyük a crowd controlos frame-et. Tehát ha sortizni megyünk, megnézzük, hogy mi az adott feladat, és ahhoz mérten viszünk crowd controlos frame-et, vagy egy trinity-t. A trinity az ilyen külön kategória. Szóval az első lépés, amit érdemes megfontolni, az, hogy Sortira mindig mi legyünk azok, aki a crowd controlos frame-et visszük. Azért, mert két damage-es egy csapatba, az lehet, hogy már sok lesz, viszont két crowd controlos egy csapatba sosem árt. Miért nem árt két crowd controlos? Ez egyértelmű, de egy a jó dolog a crowd controlosoknál, hogy tudnak damage-esek is lenni. Tegyük fel, például excavation-re mész, Frostot viszel, vagy Rhinót viszel, crowd controlos Rhinót, nem ultis Rhinót, nagy területen kis erővel feltartja a tömegeket, mondjuk attól függ, hogy milyen, mert a lövöldöző se annyira nem, de viszel egy Frostot, akkor Interceptionre viszel egy Banshee-t például, ami lefedi az egész szeretet, feltartja az ellenfeleket, vagy oda is viszel Frostot, csak akkor rongálnod kell a gömbök között. Tehát a lényeg az, hogy az adott játékra mindig a legideálisabb karaktert vidd azt, amelyik a legnagyobb mértékben tud tömegeket szabályozni. Én ezért szoktam Interceptionre Banshee-t vinni, ami ki van húzva nagy területre, kevesebb erőre, maximális effektivitásra, hogy sokáig bírja az ultija, leultizok, és egy teljes interception kört le tudok hozni, azért, mert Banshee egész területen fel tud tartani ellenfeleket, a pályáknak a 80%-án nincsen gondom, ha pedig tudom, hogy egy olyan nagyobb pálya jön például, amit a Banshee csak részben fed le, ami azt jelenti, hogy ha
hogy teljes mértékben ugye nem tudja lefedni, akkor például még beszoktam rakni a Banshee mellé egy hurászkobrot. Miért? Mert ha egyet lőnek, a hurász láthatatlanná tesz, és akkor kikerülnek, hogyha ugye nincs másik karakterek. De ilyen esetben például vagy Frostot viszem, amikor a Banshee nem tud leteríteni egy teljes pályát, vagy elviszem a Hydroidot, mert hogy bemegyek tócsába, és ott vagyok, amíg le nem jár a kör. Na most ugye, ha már ott tartasz, hogy crowd control-os frémeket vissza Vauban, Frost, Banshee, Excalibur vakításra kihúzva, és ugye még akár damage-es is tud lenni, akkor utána meg kell fontolnod a fegyvert is. Tehát a sortie egy olyan dolog, aminél ezeken így kicsit gondolkodni kell. A Warframe többi része nem kell gondolkodni, csak beteszel egy fegyvert, beteszel egy Warframe-et, és működik a dolog. Viszont a Sortinál a hülye meglepetések ne érjenek című történetnél, némileg meg kell fontolni, milyen fegyvert is viszünk. Na most, azon kívül, hogy crowd control-os fegyvert, Warframe-et viszünk, egy crowd control-os fegyvert is kell vinni, olyat, ami gyors idő alatt, rövid idő alatt nagy tömegeket tud pusztítani. Tonkor, Sinnoid Simulor, Ogris, Coolstar, valami, ami hihetetlenül gyorsan képes nagy tömegeket pusztítani, és már is megvan a damage-es crowd control kombinációja, így tudod kiegészíteni azokat a hiányosságokat, amivel egy crowd control-os fém, hogy olyan fegyvert iszel. És akkor jöhet persze a kérdés, hogy de jó van nekro, de mi van akkor, hogyha különböző tiltások vannak be, mondjuk, hogy az ellenfél ellenáll az elementál sebzésnek. Na most akkor, srácok, ugye, ha az elementál sebzésnek ellenáll, az ellenfél az annyit tesz, ugye a blast damage-nek, meg a különböző korrozív, meg viral, meg ilyen fasságoknak ellen fog állni az ellenfél nagy mértékben. Na most ilyenkor ugye érdemesebb, én általában például ilyenkor is shotgunhoz nyúlok, mert abban nagy a slash damage, abban nagy a puncture damage, nagy a impact damage, és kinézve azt, hogy milyen ellenfél ellen megyek, az ugye a pálya megkötése az, hogy rezisztensek az elemental damage-re, attól függetlenül természetesen van elemental a fegyveremben, de kiválasztom azt a fegyvert, jelen esetben a shotgunok, amelyeknek nagy a fizikai sebzésük, az a slash, a puncture és az impact damage. Megnézem, ja, hogy korpus elemünk, akkor impact damage kell neki, és akkor kiválasztom azt a fegyvert, amelyiknek nagy az impact damage-e, strum rate, talán annak nagy az impact damage-e. Úgyhogy így megválok, azért, hogy egy kicsit könnyítsem a dolgomat, de attól függetlenül egy crowd control-os rémet viszek még mindig. Mit akartam mondani? Ja, igen, van, amikor ugye az ellenfél maga ellenáll általánosan mindenféle sebzésnek, vagy egy Eximus strongholdban vagyunk, akkor érdemes például ugye vinni egy Trinity-t, hogy a társakat ellássuk energiával, ellássuk magunkat folyamatosan energiával, vagy ha nem, akkor viszünk egy olyan frame-et, amivel legalább a Rage-be van építve, sok élettel rendelkezik, tehát bírja a lövéseket. Gondolok itt például egy Inarosra, egy Chromára, egy Valkőre, egy Excaliburra, azokat, aki rak életet Excaliburba, én szoktam, hogy a Rage-be tudjon kapcsolni, és folyamatosan vakítok és ölök. Szóval a lényeg az lenne, hogy úgy lehetséges, hogy könnyebben megúzd a sortit, crowd control-os frame, crowd control-os fegyverrel, és kinézve azt, hogy a pályának melyek a tiltása is ahhoz alkalmazkodott fegyver, amivel a legtöbbet, a leggyorsabb idő alatt tudsz ölni. Nos, ennyi lett volna ez a videó, remélem tanultunk valami hasznosat, köszönöm a figyelmet, sziasztok!